Csoportban és egyéniben is nevezhettek a baranyai általános iskolások az idei német nemzetiségi népdaléneklési versenyre. A megye nemzetiségi oktatási intézményeiből érkeztek a diákok a megmérettetésre, összesen 40 induló állt színpadra. Három kategóriában mérettették meg magukat a tanulók, akik körülbelül 5 percnyi népdalcsokrot adtak elő. A lényeg az, hogy hagyományos német népdalok legyenek, nem szeretnénk ma élő populáris zeneszerzők számait ide behozni, hagyományos német népdalok, hogy mely nyelvterületről az nyitott. És gyermekdalok a kicsiknek. A népdalok mellett a hagyományos viselet is fontos szempont, ám, mint azt Schmidt Zoltán korábbi zsűritag stábunknak elmondta, természetesen egy énekversenyen egészen más áll a középpontban. Mindenképpen az énektudás, az ének tudásának a színvonala, én nem vagyok énekszakos, és nem is vagyok zenész voltam ugyan, de hát itt ugye intonációtól kezdve a népdaloknak tehát hogy mitől népdal a népdal, hogy autentikus-e az a népdal. Én személyesen a nyelvészként, én inkább a nyelvi, tehát hogy jól ejtik-e ki azokat a szavakat, jól ejtik-e ki azt az énekben is a németet a versenyző. A gyerekek előadásait szakmai zsűri értékelte. A versenyzők bronz, ezüst, arany, illetve kiemelt aranyminősítést szerezhettek, de a jutalmak mellett fontos célkitűzés, hogy már kiskorban megismerjék és ápolják hagyományaikat a német nemzetiségű gyermekek.